Szlovákiában tartózkodtam, de át akartam menni, és azt mondták, hogy ha meg, akkor nem jön vissza, és akkor most én egyébként török állampolgár is vagyok, török-magyar, és akkor most hazamegyek, mert már van utolsó gép. Ha már nem megyek, akkor itt fogok örökké maradni. Szóval muszájból lett ez a hirtelen mozgás. Bocsánat, el kell érni a gépet. Köszönöm szépen, viszlát! Napok óta bizonytalanság volt annak tekintetében, hogy a szlovák határellenőrzés milyen szinten szigorodik. Ezen mai nap tisztázódott, azaz teljesen lezárták azt a személyi forgalom elől, és így döntött a magyar kormány is, tehát most állunk az esztergomi oldalon is, rövidesen lezárják a határokat a személyi forgalom elől. Ez azt jelenti, hogy többek között az esztergomi ipari parkba naponta több mint 1000-en ingáztak dolgozni, ők sem jöhetnek át, és ez természetesen súlyosan érinte majd a mindennapokban a gyárak működését. Az egyik legnagyobb hazai autógyártó cég, a Suzuki is kénytelen volt átalakítani a műszakjait, tehát műszak összevonásokkal próbálják enyhíteni a kieséseket. Hogy milyen károkat okoz ez majd, és okozhat a gazdaságban, természetesen még mindenki csak találgat. Ezek a legfrissebbek, Esztergomból a Híradót Bakos Norbert tudósította.